Itt vagyunk Kerényi Ádámmal az automatartuningson. Ádám, milyen érzésekkel zártad a tavalyi évet? Vegyes érzésekkel zártuk, tulajdonképpen az eredmény az nagyon jól sikerült, mert sikerült megnyernünk a King of Europe bajnokságot, viszont azért évközben voltak nagyon nagy mélypontok is, többek között Magyarországon a tököli versenyen, ahol fölrobbant a motorom. Igazság szerint valahogy Magyarországon soha nem jön össze, mindig vannak technikai gondjaink. Hungaroringen a fék szállt el, a kompresszor szállt el, tökölön most a motor robban föl, tehát valahogy ez mindig egy ilyen negatív karma. Reméljük, hogy a 2015-ös magyar futamokon sikeresebbek tudunk lenni. És hogy tetszik így az első napon a Tuning Show? Mondtad, hogy minden évben kim vagytok a Federállal. Igen, tulajdonképpen már kim voltunk Szegeden is, nem a Federállal, de a baráti körömmel Szegeden is ott voltunk, amikor gyakorlatilag az első show megrendezésre került. Jól érezzük magunkat ilyenkor, valahogy mindig ezt egy ilyen szezonnyitónak tekintjük, ha nem is a versenysportnak, de az autózásnak, az autózás szerelmeseinek. Most is sok új, illetve sok régi arcot lehet látni itt újra egy év után. Ez egy jó szezonnyitó. Említetted a szezonnyitót, és milyen érzésekkel várod az új szezont? Mi fog változni az autón, a csapatban? A szintén vegyes érzésekkel várom. Egyrészt nagyon későn kezdődik a szezonunk, júniusban kezdődik a szezon. Előtte május 1-én lesz ez a nagy futam, ahova meghívást nyertem, és azon föl fogunk lépni. Nagyon remélem, hogy május 1-én összeáll az autó. A motoron szeretnénk erősíteni, gyakorlatilag azon kívül minden készen van az autón, egyedül a motor van hátra. Én remélem, hogy idén átlépjük ezt a 800 lóerő körüli motorerőt. Azzal azt gondolom, hogy minden európai pályát le lehet már fűzni. Remélem, hogy összeáll, meg lesz minden, és a régi csapattal ugyanúgy a tavalyi felállásra fog versenyezni. Köszönjük szépen az erőjó.hu nevében, sok sikert, Ádám!